Sziasztok! Újra eljött az idő, hogy megválaszoljam a kérdéseiteket. Tudjátok, hogy működik ez, úgyhogy vágjunk is bele. Elsőként Zsófia kérése volt, hogy vettél-e részt cserediák programban, amikor gimis voltál. Nekem nemrég volt egy német cserediákom, és azt hiszem életem legjobb döntése volt, mikor feliratkoztam a cserediák programra, mert ezzel olyan lányt ismertem meg, akivel hihetetlen sok közös tulajdonságunk van, és nagyon jól kijövünk. Sajnos én sem gimiben, sem az egyetem alatt nem vettem részt ilyen cserediák programban, amit nagyon-nagyon megbántam már így utólag visszalézve, mármint valószínűleg külföldre nem mentem volna ki egy fél évre vagy több hónapra sem, viszont nagyon megbántam, hogy a külföldi Magyarországra jövő cserediákokkal semmilyen kontaktusom nem volt. Szerintem nekünk gimiben egyébként nem volt ilyen, viszont most az egyetemen nagyon-nagyon sok külföldi hallgató volt, viszont soha egyikükkel sem beszéltem, amit utólag nagyon megbántam, mert ahogy Zsófi is írta, tényleg itt ilyen életre szóló barátságokat lehet kötni, és nagyon érdekes külföldi emberekkel beszélni, akik ilyen teljesen más kultúrából jönnek. Meg tök jó gyakorolni a nyelvet, pont most, amikor Londonban voltam, találkoztam egy amerikai sráccal a reptéren, akivel tök jót elbeszélgettünk, és pont Magyarországra jött, úgyhogy utána el is mentünk közösen egy ebédre is, és tök jó volt, hogy így megismertük egymást, úgyhogy ha van lehetőségetek, akkor ne hagyjátok ki ezeket a programokat, mert tényleg nagyon hasznosak. Csilla kérdése, lenne olyan közérdekű cél, ami mellé beállnál, amit nagyon szíveden viselsz? Valószínűleg a kutyusokhoz vonzódó, meg úgy összességében az állatokhoz vonzódó szeretetem lenne az. Ezért is készítettem a Noé állatotthonos videót, hogy próbáljam népszerűsíteni kicsit a körötökben a kisállatok örökbefogadását, meg próbálom Facebookon a spánielmentés Facebook oldalát osztogatni, amikor olyan cuki kis állatok várnak gazdára. Úgyhogy azt hiszem, ez az, amit a szívemen viselek, viszont jóval több dolgot lehetne megtenni az ügy érdekében, úgyhogy jövőre mindenképpen majd szeretnék erre kicsit jobban ráállni, mert tényleg úgy vagyok vele, hogy ezek az állatkák annyira sokkal, de sokkal jobbat megérdemelnek. Amikor így Joyra rágondolok, és az a kis bánatos, szomorú szemeibe belenézek, hát a szívem szakad meg, amikor arra gondolok, hogy valahol meg ilyen kutyák az utcán várják azt, hogy végre gazdjuk legyen. Kamilla kérdés az volt, hogy gondoltál már arra, mi lett volna, ha más nemzetiségűnek és más országba születsz? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én abszolút azt érzem, hogy Magyarországon elég rossz irányba haladnak a dolgok, és csomószor olyan gondolataim vannak, hogy bezzeg neki milyen jó, bezzeg annak milyen jó, ha nem itt születtem volna, pont. És van egy amerikai youtuber, akitől az egyik videójában hallottam ezt a mondatot, hogy az amerikaiak megnyerték az élet lottóját, azért, mert Amerikában élhetnek, és arra gondoltam, hogy ez mennyire igaz, de aztán rájöttem, hogy egyszerűen csak más perspektívába kell helyezni a dolgokat, mert így is az, hogy Magyarországon élhetek, vagy élhetünk, az egy nagyon-nagyon szerencsés dolog, mert sokkal rosszabb helyzetben is lehetnénk, és valahogy kicsit ilyen komoly témájúra sikeredik ez a videó, de azt hiszem, ezekről kell beszélni, úgyhogy szerintem az én generációmnak, meg az alattam lévő generációnak is sok esetben az a véleménye, hogy bárcsak más helyen nőttünk volna fel, és bocsánat, ha általánosságban beszélek, én ezt látom így a kortársalmi körében, viszont tényleg egyszerűen el kell fogadnunk azt, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk még így is, úgyhogy hát meg kell találni a dolgoknak a jó oldalát. Petra kérdése az volt, ha választhatnál a Roxfordba, melyik házba kerülnél? Valószínűleg a Hollóházba, tudom, hogy erre mindenki a Gryffindort válaszolja, mert az a legmenőbb válasz, de azért nem tartom magam annyira szuper bátor embernek, hogy a Gryffindorbe beosszon a teszleksüveg. Valószínűleg a Hollóházba kerülnék, mert mindig ilyen szorgalmas tanuló voltam, szeretek olvasni, meg ilyesmi, úgyhogy szerintem a Hollóházba kerülnék, vagy a Hugrabukba? Remélem az nem, mert az olyan loser háznak tűnik. Dóra Otília kérdése volt, hogy részt vennél-e egy Victoria Secret Fashion Show, mint modell, vagy terveznél egy ruhát modelleknek, ha igen, akkor miért? Hát azt hiszem, nem lennék kompetens ruhát tervezni, mondjuk modellnek se lennék az, de hát egyértelműen az egy álom lenne, de azt hiszem körülbelül minden nőnek, hogy egy Victoria Secret Show-n végig sétáljon. Én minden évben meg szoktam nézni, és nem csak, hogy meg szoktam nézni, hanem körülbelül 10-szer végignézem az egész show-t, mert hihetetlenül látványos,
Nagyon gyönyörűek a ruhák, a lányokról nem is beszélve, és végre egy olyan divatsó, ahol nem csoncsovány lányok vannak, hanem igazi szép formások. A Victoria's Secret modelleket nagyon-nagyon gyönyörűnek tartom, és hát azt hiszem, aki oda kerül, annak mindegy hatalmas megtiszteltetés az, hogy részt vehet, úgyhogy hát na-na, hogy igen, mondanék rá, de ez a veszély azt hiszem nem fenyeget bennünket. Moglárka kérdése, van olyan, hogy a videózással kapcsolatban valami nagyon elkeserít? Gondolok itt arra, hogy például mennyire veszed magadra a negatív kommenteket, szoktál rajtuk rágódni, vagy könnyen túlteszed magad? Nos, azt hiszem ez az, amikor ha bárki azon gondolkozik, hogy elkezdjen videózni, akkor ezt nagyon-nagyon át kell gondolnia ebből a szempontból, mert hihetetlenül sok negatív komment fog jönni, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. És igenis el kell tenni egy időnek, hogy ne foglalkozz velük. Persze mindenki foglalkozik velük, én is elolvasom, de én azt hiszem már így, már most 3 éve lesz, hogy csinálom ezt a csatornát, egy légykering közben itt, ha esetleg elmenne valami. Szóval 3 éve csinálom ezt a csatornát, és sikerült megtanulnom helyén kezelni ezeket a dolgokat. Higgyétek el, én vagyok saját magam legnagyobb kritikusa, úgyhogy engem már igazából nem lehet így megbántani. Aki tényleg itt szándékosan bántó szándékkal jön, azzal én már abszolút nem foglalkozok, és ami meg tényleg valós kritika, azt megfogadom, de tényleg saját magam vagyok a legnagyobb kritikusom, és én abszolút látom, hogy mik a hibáim, stb., és tényleg van több olyan videó, amire én is utólag visszakondolva látom, hogy nem a legjobb, pedig akkor azt gondoltam, hogy jó, de nem bánom egyiket sem, mert ezek tök jók, mert tudok belőle tanulni. Szóval még van egy ember, aki ír egy pocskondiázó kommentet, hogy mennyire borzalmas volt, blablabla, bla, bla, addig ő ott ült a számítógép előtt, és nem csinált semmit, viszont nekem meg van egy nagyon jó lehetőségem arra, hogy tanuljak, és rengeteget tudok tanulni így a saját videóimból, de itt a kérdésre visszatérve, hogy mi az, ami meg elkeserít, hogy néha tényleg a kommentek összességében, és nem az, hogy személyesen magamra veszem, hanem az egész interneten a kommentek. Az, hogy milyen őrületes negativitás van mindig a kommentekben, az egyenesen elképesztő. Én nagyon sok videót szoktam nézni külföldi csatornákon is, csak azért, hogy képben legyek, meg imádok ezzel foglalkozni, és mindenhol el szoktam olvasni a kommenteket, hogy tudjam, hogy esetleg országról országra más lenne ez, vagy ilyesmi, és szerintem egyébként Magyarországon rosszabb a helyzet, mint külföldön, de összességében tényleg azt hiszem az igaz, hogy ha bármibe be lehet kötni, abba biztos, hogy belekötnek az emberek, ha bármire rá lehet húzni azt, hogy te rossz indulatú próbáltál lenni, vagy bármilyen negatív dolgot ki lehet belőle kapni, az biztos, hogy fel lesz nagyítva, akkor is, ha teljesen jó szándékkal, mindenféle rossz nélkül készítesz el egy videót, vagy mondasz el valamit. És én ezt nem értem, és én nagyon-nagyon szeretném, ha ez megváltozna is, és próbálnánk inkább a jó dolgokra koncentrálni, és nem belekötni a legminimálisabb dolgokba, és szőrszál hasogatóak lenni, úgyhogy remélem majd egyszer eljutunk erre. Bianca kérdése, szereted a kihívásokat, ha egy nehézség kerülne eléd, akkor átpasszolnád, vagy a végsőkig küzdenél? Minden egyes kihívást szeretek. Pont beszéltem is nektek az egyik videómban arról, hogy szeretnék így egyre többször kívül lépni a komfortzónámon és kipróbálni új dolgokat, és mostanában egyre több ilyen lehetőség adódik meg, és ezeknek nagyon örülök, és mostanában több olyan dologban próbáltam ki magamat, ami nagyon érdekes, izgalmas volt, és alapból azt gondolnám, hogy én erre nem vagyok alkalmas, és lehet, hogy nem is vagyok 100%-ig alkalmas, és nem vagyok én a legprofibb benne, de fantasztikus élmény kipróbálni és venni valahogy az akadályt. Ha nem is 100%-osan, de ott van egy fantasztikus élmény, és az örökre megmarad nekem is, és nem az lesz benne, hogy a fenében miért nem csináltam meg, amikor lett volna rá lehetőségem, úgyhogy én azt mondom, hogy igent kell mondani a kihívásokra. Jászmin kérdése, mit szoktál csinálni olyankor, amikor már 100-szorra sem sikerül valami? Például valaki mindig közbeszól, amikor videózol, vagy mindennapi életben valami folytatod, vagy inkább feladod? Na, ez megint egy kicsit kapcsolódik az előző kihívásokhoz. Mert amikor 100-szorra sem sikerül valami, az itt a videózás során előszokott jönni, van, amikor leülök videózni, és a lehető összes dolog elromlik. Lemerül az aksi, berakom a másikat, az is lemerült. A fények nem jók. A mikrofon nem vesz föl, és el nem tudjátok képzelni, hogy hányszor történik ilyen, hogy szó szerint már minden elromlik, a kutya folyamatosan ugat kint, a kamera megáll, a memóriakártya nem vette föl, és akkor is, jó, nem baj, újra veszed. Hát néha a fejem fel tud robbanni, de nem szabad.
nem szabad. Van egy nagyon jó könyv, amit már említettem nektek, a Don't Sweat the Small Stuff, ami valami olyasmi, hogy ne akadj fel az apróságokon, és próbálom ilyenkor azt így a fejembe. Ne akadj fel az apróságokon. Harriet a kérdése, szeretsz házi munkát végezni? Nem, nem szeretek. Én a végeredményt szeretem, szóval a takarításnak a részét is nem azt szeretem, hogy kiporszívózok, meg mosogatok, azt hiszem, azt senki nem szereti, hanem magát a végeredményt, és ezért meg hát nyilván be kell áldozni valamit, és meg kell csinálni azokat, úgyhogy a barátomnak is üzenném, hogy én igazából nem élvezek annyira mosogatni, ha esetleg azt gondolná, hogy önfeláldozásból inkább átadja nekem a házi munkát, mert azt hiszi, hogy ezzel boldoggá tesz, akkor csak így zárójelesen üzenném neki, hogy azért néha-néha ő is megcsinálhat valamit. Nem, csak viccelek. Majd mégsem. Na mindegy. A lényeg, hogy köszönöm szépen a sok-sok kérdést, hamarosan lesz még megint ilyen videó. Most azt hiszem, ebben a videóban több ilyen kicsit komolyabb téma is előkerült, és kíváncsi lennék a ti véleményetekre is ezekkel a témákkal, kérdésekkel kapcsolatban. És ha szeretnétek ilyen videót még többet látni, akkor jelezzétek jelezzétek nekem egy lájkkal. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!